harmadik polgármesteri ciklusát kezdheti Janicsak Dávid. Rekord részvétel a 2024-es választáson. Számos helyen okozott problémát a heves esőzés. Ózdi Krónika. A stúdióban Tóth Alexandra. A város aktuális hírei következnek az Ózdi Városi Televízióban, de nem csak itt, hanem YouTube csatornánkon és Facebook oldalunkon is találkozhatnak velünk. Jó estét kívánok! Negyedszer is megnyerte a polgármester választást Janicsak Dávid, így októbertől harmadik ciklusát kezdheti. Az Ózdiakért és Ózdért Egyesület jelöltje a szavazatok 55,92%-át szerezte meg. A Fidesz-KDNP színeit képviselő dr. Csuszda Gábor 41,46%-kal végzett a második helyen. A két független jelölt, Vidrus Péter 1,52%-ot, Szűcs Zoltán pedig a szavazatok 1,1%-át kapta. Vasárnap a négy polgármester jelölt a délelőtti órákban adta le szavazatát. Dr. Csuszda Gábor, a Fidesz-KDNP polgármester jelöltje a Mogyorósvölgyi óvodában voksolt. Vidrus Péter független polgármester jelölt a Csépányi általános iskolában szavazott. Szűcs Zoltán az Ózdi Apácai Csere János általános iskolában járult az urnához. Janicsak Dávid, az Ózdiakért és Ózdért Egyesület polgármester jelöltje pedig az Urai Közösségi Házban dobta be szavazólapját. Az este 7 órai zárást követően először a részvételi arányokat követhettük figyelemmel, majd lassan elkezdtek érkezni az eredmények. 100%-os feldolgozottságnál kiderült, hogy Ózd polgármestere a következő 5 éves ciklusban is Janicsak Dávid lesz. A jelenlegi városvezető 6768 szavazatot kapott, míg a Fidesz-KDNP jelöltje dr. Csuszda Gábor 5017 voksal zárta a választást. A függetlenként induló Fidrus Péterre 184-en, míg Szűcs Zoltánra 133-an húzták be az X-et. Az Ózdiakért és Ózdért Egyesület szimpatizánsai a Városközpont egyik ikonikus helyszínén közösen várták az eredményt. Én nagyon boldog vagyok, azért, mert az Ózdiak most már negyedszer bizonyították, hogy nem lehet őket megtéveszteni, nem lehet őket fölösleges és légből kapott ígéretekkel eltéríteni, és továbbra is szabadon gondolkodó város akarnak lenni. Ez nem az én eredményem, ez az Ózdiak eredménye, én csak megtestesítem azt, amire ők vágynak. Bízok benne, hogy innentől kezdve még komolyabb fejlődést tudunk a városba hozni, és nagyon szépen köszönöm a hatalmas nagy csapatomnak, hogy végig velem voltak, és sikerült ezt a hatalmas eredményt elérnünk. 1751 szavazat. Ilyen különbséggel nyerte Ózdon a polgármester választást Janicsak Dávid. Legesélyesebb kihívója a Fidesz-KDNP színekben induló dr. Csuszda Gábor gratulált a régiói városvezetőnek. Először is szeretném szívből megköszönni annak a közel 5000 választópolgárnak, annak a közel 5000 Ózdinak, aki megtisztelt a bizalmával a mai napon. Hálás szívvel köszönöm nekik. Szeretném megköszönni a családomnak, és szeretném megköszönni a segítőimnek, hogy mellettünk voltak ebben az elmúlt 50 napban és az azt megelőző időszakban is. És gratulálok Janicsak Dávidnak, Ózd város újonnan megválasztott polgármesterének. Kívánom, hogy a következő 5 évben eredményesebb tudja végezni a munkáját, hogy Óznak legyen jövője. 5 választókerületben az Ózdiakért és Ózdért Egyesület jelöltjei, 5-ben pedig a Fidesz-KDNP jelöltjei nyertek. A képviselőtestület tagjai októbertől Zsuponyó Anett, Csák László, Angyal Béla, ifjabb Zubor László, Kellóné Mező Túri Márta, Szitovszki Nikoletta, Bertáné Várnai Ilona, Váradi József, Horvátné Farkas Erika, Csépányi Róbert. Ők egyéni választókerületekben nyerték meg a választást. Listáról kerül a képviselőtestületbe Kis Sándor, Csák Árpád, dr. Csuszda Gábor és Bárdosné Tudás Viktória. Tegnap a nemzetiségi önkormányzatok tagjairól is dönthettek a szavazók. Azok, akik korábban regisztráltak és románnak vagy éppen német nemzetiségűnek vallották magukat, a helyi nemzetiségi önkormányzat tagjaira, területi és országos listára is szavazhattak. Ózdon Váradi József, a Cigány Közösségek Szövetségének képviselője kapta a szavazatok jelentős hányadát. A németeknél Göncfalvi Éva győzött.
Ózdon 2523-an vallották magukat romának a választás.hu adatai szerint. A nemzetiségi választók az egyebek mellett három zöld színű szavazólapot kaptak, amelyhez zöld boríték járt. Az érvényes voksoláshoz mindenképpen zárt formában kellett az urnába helyezni a borítékot. A szavazatokat összesítve a roma nemzetiségi önkormányzati választáson a cigány közösségek szövetsége képviseletében a legtöbb szavazatot Váradi József kapta 60,59%-kal. Mellette Berki Martin Erik, Harkály Vilmos, Váradi Aladár és Berki József fogja képviselni a városunkban élő romákat. A roma önkormányzati munkáját én úgy gondolom, hogy a 2014 óta elég jól végeztem. Sok pozitív visszajelzés van. Én úgy gondolom, hogy az emberek el tudják dönteni, hogy ki az öt ember, akire tudnak szavazni. Német nemzetiségűnek 33-an vallották magukat. Az Ózdi Német Nemzetiségi Önkormányzat jelöltjei idén is a Borsodabaúj-Zemplén Vármegyei Német Önkormányzatok Szövetségének Egyesülete színeiben indultak el a választáson. Göncfalvi Éva 88%-kal aratott győzelmet. Ő Urbán István és Szene Józsefné mellett képviseli majd az Ózdi Német Nemzetiségi Önkormányzatot a következő ciklusban. Fontosnak tartom azt, hogy az őseink által ránk hagyott értékeket, tradíciókat ápoljuk, megőrizzük és továbbadjuk a jövő nemzedékének. És hát ezt, amit 10 éve elkezdtünk, a kiemelten a német nyelvet tanuló diákok támogatását, táboroztatását és a helyi sváb rendezvények, sváb estek megrendezését szeretnénk folytatni, amiben bevonjuk közösségünk tagjait és a város lakosságát is. A nemzetiségi névjegyzékben szereplő választópolgárok ugyanabban a szavazókörben adhatták le voksukat jelöltjeikre, ahol a polgármesterre és a helyi önkormányzati képviselőkre. Ők egyszerre szavazhattak a települési, területi, valamint az országos listára. A vidéki településeken is történtek változások. Tegnap este 10 óra körül elkezdték feldolgozni és feltölteni az adatokat a választás.hu oldalra. Az Ózdi járáshoz 2 város és 15 község tartozik. Borsod-Nádasdon Kovács Attila független polgármester jelölt 51,49%-kal nyert, míg Bükkmugyoródon Pataki Csaba független jelölt a voksok 67,89%-át szerezte meg. Változás történt még Csernyben. Itt Borsodi László független jelölt vezetheti majd a települést, aki a szavazatok 58,87%-át kapta. Megszerezte a voksok 100%-át Lénár Darócon Bárdos István, Gusztáv név független polgármester jelölt, és Nekézsenyben Új Tózsa Csabáni a Fidesz-KDNP jelöltje. Az Ózdi járás többi településén a regnáló polgármesterek megmaradtak posztjukon, így tovább folytathatják a munkát. Magyarországon 21 mandátumot osztottak szét az európai parlamenti választáson. 4.518.355 leadott érvényes szavazat érkezett a listákra. Idén jelentősen megnőtt a megjelentek száma 2019-hez és 2014-hez képest. A szavazókörökben, külképviseleten és levélben is sok voks érkezett. A legtöbb mandátumot a jelenleg kormányzó Fidesz-KDNP szerezte meg 44,62%-kal. Ez 11 helyet jelent az Európai Parlamentben. A második legtöbb mandátumot 29,69%-kal a közelmúltban berobbant Magyar Péter pártja, a Tisza párt szerezte meg. Tőlük 7 mennek majd ki Brüsszelbe. Az MSZP-DK párbeszéd zöldek 2, a Mi Hazánk pedig 1 mandátumot szerzett. Rekord részvétel mellett lezárult a 2024-es választás. Ózdon a választópolgárok 48,68%-a, azaz 12.282 fő ment el szavazni. A voksokat reggel 6 és este 7 óra között lehetett leadni. Sokan érkeztek a nyitásra, ahol az első szavazó hitelesítette az urnákat. A legtöbben napközben adták le voksaikat, kevesen hagyták utolsó percre a szavazást. Mind a nyitás, mind a zárás zökkenőmentesen zajlott. Lezárult a 2024-es választás. Kameráinkkal végigkövettük a nap eseményeit. Reggel 6 órakor megnyitották a szavazóköröket. Stábunk az Újváros téri általános iskolában járt.
Megérkezett az első szavazó, akinek először aláírásával hitelesítenie kellett az urnákat. Ezeket a jogszabályi előírásnak megfelelően az ő jelenlétében le is zárták úgy, hogy azokból csak a pecsét feltörésével lehessen szavazólapot kiszedni. A nyitásnál minden rendben volt. Itt volt 6 órára az első szavazó, az urnákat lezártuk, beletettük a ellenőrzőlapot, és megtörtént. Az első szavazás problémamentes volt. A szétálló eső és a korai időpont ellenére is sokan érkeztek a szavazókörökbe. Mindannyian fontosnak érezték, hogy lehetőségeikhez mérten részt vegyenek a város sorsának alakításában. Azért, hogy ne csak egymás közti beszélgetésekben nyilvánuljon meg a véleményünk, hanem valamit tegyünk is a saját elgondolásaink alapján az országunkért, a városunkért, a megyénkért, és fejezzük ki a véleményünket egy határozott döntéssel. A szavazókörök zárása előtti utolsó órában stábunk az 5-ös számú egyéni választókerületben forgatott, ahol több mint 2700 szavazó van. Itt viszonylag magas volt a részvételi arány, az emberek 57,7%-a élt állampolgári jogával. A Bojki Tamás általános iskolában 3 szavazókör várta az ózdiakat. A kisfiam miatt tartom fontosnak nagyon, hogy szavazzunk, és az egész családunk eljött szavazni. Számít a jövőnk. Legfőképpen a fiaim véget, őket féltem, mert nem szeretném, ha háborúba keverednénk, és a fiaimat elvinnék. Ezért az egyét tartottam fontosnak. A nap végére hagyta a szavazást. Mi ennek az oka? Fáradt voltam, meg melegem volt. Azért, az semmi más oka nem volt. Volt olyan szülő, akit gyermeke is elkísért. Megkérdeztük tőle, mit tapasztalt a nap folyamán. Óznak, keresik ezeket a képviselőket, meg a polgármestert, és ezért eljött egy csomó ember szavazni, hogy ki teszi meg Óznak ezt a szerepét. És most anyukámat is elkísértem, hogy ezt a voksát leadja ezekre az emberekre, és ez a mai nap fontossága. A bizottság úgy tapasztalta, hogy nagy arányban mentek el fiatalok is szavazni. Az ajtók bezárása után azt is megtudtuk, hogy az érintett körben nem volt rendkívüli esemény, zavartalanul zajlott a választás. A feladatok java azonban csak a zárás után kezdődött el. Először lezárjuk a választási névjegyzéket, tehát megállapítjuk, hogy hanyan vettek részt pontosan a választásban. Utána összesítjük a szavazatot, pontosabban felbontjuk az urnákat, kibontjuk a borítékokat, megszámoljuk az érvényes és érvénytelen szavazatokat külön-külön választásonként, és az éjszakában nyúlóan majd megtörténik a szavazólapok összesítése, illetve azt követően a jegyzőkönyv kitöltése, majd az anyag beszállítása a polgármesteri hivatalba. Az este folyamán folyamatosan frissültek a részeredmények a választás.hu oldalon. Ózdon 25.230 ember szerepel a választópolgárok névjegyzékében. Ebből 48,68%, azaz 12.282 fő jelent meg, és döntött saját belátása szerint a város sorsáról. Több százan igényeltek mozgóurnát városunkban, így azok is véleményt nyilváníthattak a választáson, akik egészségi állapotuk, fogyatékosságuk vagy fogvatartásuk miatt gátoltak mozgásukban. Vasárnap délig volt lehetősége a polgároknak, hogy otthonukba vagy megadott címre igényeljék az urnát. A két fős delegációk délután 3 óra körül indultak el és keresték fel az érintetteket. A 2024-es önkormányzati választás során is voksolhattunk szavazókörön kívül. Erre a mozgóurna nyújtott lehetőséget. A delegációk délután 3 óra körül indultak el, így ekkortájt a város több pontján találkozhattunk a küldöttségekkel. Az Árpád vezérút 13 szám alól a VOL szakképzési centrum épületéből is több tucat címre igyekeztek a bizottsági tagok. Mindenképpen az a legfontosabb, hogy a névjegyzék alá legyen írva. Egyrészt, másrészt, hogy megfelelő számú szavazólapot vigyünk ki, egy bizonyos tartalékot is biztosítanunk kell, és hogy korrekt legyen. Segíteni természetesen lehet, két különböző pártállású, vagy két olyan embernek kell kivinni, aki teljesen pártatlan. A küldöttségek egy lista alapján minden igénylőt megkerestek otthonában, vagy azon a címen, amit előzetesen megadtak. A voksolás menete ugyanaz, mint a szavazókörökben.
elmondható, hogy aki teheti, igénybe veszi ezt a lehetőséget. Természetesen idén is többen igényeltek idős otthonokban mozgó urnát. A Búcsú úti idősek otthonában a lakók többsége mozgásában korlátozott, vagy folyamatos felügyeletet igényel, így nekik ez a legegyszerűbb módja annak, hogy éljenek demokratikus jogaikkal. Mindig el tudtam menni szavazni, most az állapotom miatt, mivel akut kétoldali látásvesztésem történt, és nem tudok közlekedni segítség nélkül. Ezért igényeltem. Én még itt egy új lakó vagyok, tulajdonképpen 2 hónapja lakom itt. Volt, aki nem a saját, hanem a felnövő generáció jövőjét tartotta szem előtt a választás során. Nem a magam jövőre, vannak gyerekek, unokák, azoknak, meg a többinek. Hogy jobb lenne? Mert azért mindig kesznek egy lapáttal, hogy ne legyen jobb. A 2 tagú delegáció közel 4 órán keresztül járták a város különböző pontjait, hogy minden igénylőhöz eljussanak. Az így leadott szavazatokat a szavazókörökbe visszatérve a többi leadott ívvel együtt számolták a bizottság tagjai este 7 óra után. Nagyon köszönöm, hogy kihozhatod. A heves esőzés miatt számos helyre riasztották az Ózdi hivatásos tűzoltóparancsnokság munkatársait. Járdánházán és Arlóban a patak kilépett medréből. Pincéket, udvarokat árasztott el a víz. Ózdon Hódoscsépány város részben szintén árad a patak. Emellett a Március 15 úton a délelőtti órákban villám csapott egy családi ház kéményébe. Sűrű villámlások sorozata tarkította az éjszakai égboltot. Egy szupercella érintette térségünket, melyet heves esőzés kísért. Ez hétfő reggelre sem csillapodott, a vihar miatt számos káreset keletkezett. Ennek a háznak a kéményébe csapott be egy villám. Úgy tudjuk, az ingatlan tulajdonosa nem tartózkodott otthon. Őt az Ózdi rendőrkapitányság munkatársai próbálták telefonon értesíteni a történtekről. Információink szerint az eset során nem sérült meg senki, és jelentősebb anyagi kár sem keletkezett az épületben. Ez a munkagép Járdánházán dolgozott a délelőtti órákban azon, hogy a megáradt hódos patak vizét elvezessék. Járdánházára gyakorlatilag minden erőnket a különleges szerek kivételével riasztották. Itt több ház pincéjébe, garázsába betört a nagy mennyiségű csapadék. Az egyik megoldás, amit találtunk, egy olyan áteresznek a kibővítése munkagéppel, ami akadályozza az esővíz levonulását, illetve több épületet, több garást homokzsákokkal védünk, illetve dolgozik gyakorlatilag minden olyan szivattyúnk, amivel az esővizet el tudjuk távolítani a lakóépületekből. Jó látni ezen a bejárati ajtón, hogy milyen magasan állt a víz Járdánházán, a Vasút utca egyik házánál. Az itt lakó hölgy elmondása szerint már nem az első eset, hogy a megáradt patakvize elárasztotta lakását. Reggel fölébredtem, vártam a kisunokámat, hogy hozzák, 3:18-kor jöttem kifele, és azt láttam, hogy a víz folyik befele, de viszont az eső nem esett. És akkor mondom, Istenem, mi történt? Mire kiértem, hogy tényleg itt lett a kisunokám, akkor már tódult befele a víz. Megnéztem ott a lefolyó csatornámat, hogy viszi-e víz, már el volt tömülve, és az meg már vitte befele az alsó szintre, mert nekem pincelakásom volt, és 5 helységet egyből el is árasztott. Járdánháza mellett Arlóban is gondot okozott a hirtelen lezúduló, nagy mennyiségű csapadék. Több pincét és szépen megművelt kertet is elárasztott a medréből kilépett patak, melyet homokzsákokkal igyekeztek a helyiek megfékezni. Az időjárás előrejelzés szerint csütörtökig várható még esőzés, ami nem kedvez a felduzzadt patakok és folyók helyzetének. Híradónk végén nézzük újra a legfontosabbakat, még egyszer, röviden. Negyedszer is megnyerte a polgármester választást Janicsak Dávid. Az Ózdiakért és Ózdért Egyesület jelöltje a szavazatok 55,92%-át szerezte meg. A 2024-es választáson Ózdon a választópolgárok 48,68%-a ment el szavazni. 12.282 fő döntött a város sorsáról. Többen már a reggeli órákban az urnák elé járultak. A nemzetiségi önkormányzatok tagjairól is dönthettek a szavazók.
Váradi József, a CIKÖSZ képviselője kapta a szavazatok jelentős hányadát, a németeknél Göncfalvi Éva győzött. Sok munkát ad az Ózdi hivatásos tűzoltóparancsnokság munkatársainak a heves esőzés. Járdenházán és Arlóban is kilépett medréből a patak, kertek és pincék kerültek víz alá. Végül néhány szóban a várható időjárásról. Kedden eleinte még több felé, délután inkább csak az ország keleti részén fordulhat elő eső vagy zápor. Néhány helyen felhőszakadás, jégeső várható. A Dunántúl északi felén erős lesz az északnyugati szél. A hőmérséklet 14 és 22 fok körül alakul. Ezek voltak a nap legfontosabb hírei a városban. Kameráinkkal és kollégáimmal most is sok helyszínen jelen voltunk. A hét további napjaira is tartogatunk aktualitásokat. A mai krónikát az esti műsor után, valamint a szokott időpontokban is újra nézhetik. Híradónkat követően a Magyarság Totem állatai nyomában című dokumentumfilmet ajánlom figyelmükbe. Friss hírekkel legközelebb holnap ugyanebben az időben jelentkezünk. Legyen nyugodt estéjük, viszontlátásra!